Üdvözlöm a kertbarátokat! Most Zsombón vagyunk, egy kísérleti szamóca biós kísérletünknél, amelynek során négy fajta epret próbálunk ki, teljesen bió, de intenzív termesztési környezetben. Ez mit jelent? Hát először is a nagyító is mutatja, hogy itt most éppen nézegetjük a különböző ragadozó atkákat, amelyeket betelepítettünk ide növényvédelmi céllal, tehát a levéltetvek ellen konkrétan ragadozó, őshonos ragadozó atkákkal védekezünk. A bakhátas fóliás megoldásban dolgozunk, amelynek során egy talajelőkezelést végeztünk, fermentált trágyával indítottuk be a növényeket, poliverzummal védjük a gombás betegségek ellen, és tápoldatos cső található végig a bakhátban. A tápoldatot egy speciális saját technológiával állítottuk elő, amelyben algás készítmények, huminsavas készítmények, baktérium trágyák és egyéb élő készítmények szerepelnek. Ebben az évben végigkísérjük, hogy a tápanyag utánpótlási rendszerünk, illetve a BioBestel működtetett rovaros rovarvédelmi rendszer és a Poliverzummal, illetve Trifender Proval működtetett gomba elleni védelem melyik fajtánál hogyan muzsikál teljesen bio termesztési környezetben. Köszönöm, hogy meghallgattak!